azt gondolom, hogy ez egy nemzetközi színvonalú esemény, ami most éppen itt zajlik, és nyilván azért, mert hogy ők ennyire beletették magukat, és ők ilyen jó projektekkel álltak elő, úgyhogy gratulálunk nekik. Nagyon büszke vagyok erre a programra, hogy ezt mi megcsináltuk, mert egyrészt lehetőséget ad a fiataloknak, másrészt megtapasztalhatják, hogy milyen a film alap belülről. Ugyanis együtt dolgoznak a forgatókönyvfejlesztőkkel, bejárnak a film alapba, így ismerik az arcokat, belenéznek a szemünkbe, mindenki szól hozzájuk egy jó szót, és felkészülnek erre az egész prezentációra, és szétcincálják a saját könyveiket, a társaik, illetve a forgatókönyvfejlesztők. Előtte csak egy treatmentem volt, ami tökre ilyen külső szempontú leírása az egész háttértörténetnek, meg minden. De az, hogy ez egy 20 oldalas forgatókönyv, ami tulajdonképpen végigmegy az egész dramaturgián, az ez alatt a fél év alatt született meg, és nekem nagyon-nagyon sokat segített. Zabezsinszki Éva volt a mentor, és fantasztikus volt. És szerintem idén az a nagy változás, hogy 10 projekt kaphat forgatókönyv támogatást, és csak akkor jöhetnek a pitchre, ugye, amikor már kész van a forgatókönyvük, tehát az, hogy úgy tudnak prezentálni, hogy magabiztosan ismerik előről, hátulról, középről, belülről a filmtervüket. Én a túlélésre játszottam, és szerintem úgy láttam, hogy túléltem. Most jó feedbackek voltak, de hát ez nem lehet ilyenkor tudni. Az volt a nagyon érdekes élmény, hogy ezek a srácok 5,5 hónap alatt nagyon nagy munkát végeztek el. Nyilván a legtöbb projekt nincsen még készen, de azt gondolom, hogy mindegyik forgatókönyvnél a legfontosabb alapok le vannak téve. Én egyszer voltam külföldön egy ilyen workshop jellegű pitch felkészítőn, és az közel sem volt ilyen alapos. Szerintem mindannyiunk meglepődött, hogy mennyire odafél a filmalap. Én azt éreztem, hogy a filmalap jobban izgul nálunk, és ezért biztosítja kvázi túl a szereplésünket. Az csodálatos, hogy túl vagyunk rajta. Ami viszont újdonság, persze számítottunk rá, az ugye a Q&A rész, a kérdések. Olyan szerencsésen tették fel a kérdéseket, azt gondolom, mert ami pont a pitch műfajban mostoha a filmtervünkre nézve, az így most szerintem kompenzálódott valamennyire, hogy talán kiderült, hogy a részletekben rejlik itt az ördög, és hogy a részletek iránti nagyon elkötelezettek vagyunk, és eléggé mélyére mentünk az anyagnak. Nagyon sokat segített nekünk az, hogy kellett írni a sok-sok tervből, meg a sok kutatás után tényleg le kellett írni egy könyvet, és azt kellett mondani, hogy innentől idáig remélhetőleg majd tart ez a folyamat, és ilyen állomásai lesznek, és ezt fókuszálta nyilván a saját gondolkodásunkat is, meg emiatt forgattunk plusz anyagokat, hogy új tréler készülhessen, tehát mindenképpen lökött rajtunk egy hatalmasat maga az inkubátor tulajdonképpen. Nagyon sok szempontból, és nagyon jó volt ez a fajta felállás, hogy azért kaptunk 6 hónapot, hogy ezt megírjuk, és kaptunk támogatást, tehát ott volt velünk a Lovas Balázs, minden második héten beszéltünk vele, tehát hogy tartotta bennünk a lelket. Nagyon jól nyúltak olyan témákhoz, amik most benne vannak a mindennapjainkban, és tök jó, hogy ezek majdnem minden pályamunkának volt valamiféle aktualitása, ez szerintem teljesen jó dolog, és tényleg csak dicsérni lehet a jelentkezőket, hogy mennyire éretten és jól nyúltak ezekhez a témákhoz.